Már élőben is vagyunk. Azt a mindenségét, Dániel! Hát te aztán nem viccelsz ezzel. Ez hihetetlen. Tegnap volt, YouTube élőt tartottunk. Annyira gyorsan perednek a napok, és mindenkinek megígértük, hogy hát ugye a YouTube élő után most jön egy Facebook élő. Mert azért nagyon, nagyon örülök annak, hogy jól sikerült a YouTube élőnk, mert rengeteg kérdés, de tényleg, tehát azt gondolom, hogy még az élő műsorok alattihoz és ahhoz képest is megdöbbentően rengeteg észrevétel és kérdés jött, úgyhogy ma is biztatok mindenkit, mert mindenkinek válaszoltunk a kérdésre, igyekeztünk, és kiderült, hogy egy csomó olyan izgalmas téma van, ami például, mint a mai is. Jó a hang? Abszolút. A mai témát azt azért választottuk, mert vasárnap abban maradtunk a kis lelkes nézői csapattal, hogy a kockázatkezelésről beszélni szeretnétek, hogyha beszélnénk erről. Pontosan azért, mert a vállalkozók kockázatot vállalnak, és erről még nem is beszéltünk. Bizony nem cikkek, már születtek kockázatvállalás témában, de kockázatvállalásos videó még nem volt, úgyhogy én azt javaslom, hogy los jetzt, ahogy svájci bankárok mondanák. Hát ez mindig megdöbbentő. Szerintem ugorjunk is egyet akkor rögtön az első gondolathoz, amit én azt gondolom, és igen, kizárólag úgy emelkedhetsz a szegények fölé, hogyha kockázatot vállalsz. Máté, ez egy nagyon drámai megfogalmazás, mit gondolsz erről? Érdekes, de szerintem nem. És pontosan azért nem, mert ugye tegnap is elmondtuk valamelyik idézet kapcsán, csak azt tud nyerni, aki kockázatot vállal, és mivel vállalkozásos témában vagyunk, ezért hadd ne legyen szégyen azt mondani, hogy én gazdag akarok lenni, te gazdag akarsz lenni, és szerintem te is gazdag akarsz lenni, úgyhogy egyedül ezt úgy tudod megoldani, hogyha kockázatokat fogsz vállalni. Nézzük is meg akkor a következőt, hogy miről is van szó. Tehát egy kicsit a kockáztatásról, és akkor nézzük meg a jó kockázat, ugye? Igen. Értelmetlenül dobjak fel mindent a zöldre. Lehet, hogy bejön a zöld. Nulla. Igen, de azért nem mindig. Most inkább azt gondolom, hogy eleve a kockáztatásnál ugye az szokott lenni a történet, hogy olyan ez, mint amit én szoktam mondani a medencés példát, hogy amikor az ember a hideg medencébe, az úszó medencébe így csak először a lábujjának a végét, hegyét helyezi, aztán utána csak így térdig, aztán hirtelen megijed ilyen térd utáni magasságban, főleg mi férfiak vagyunk erre hajlamosak, hirtelen megijedünk, és inkább kimegyünk a medencéből, és igazából nem nyertünk vele semmit. Pontosan azért, mert nem kockáztattunk. Az a vállalkozó viszont, aki fejest ugrik a hideg medencébe, elmerül, rögtön már tudja úszni a tempót, és semmivel nem törődik, ő már gyakorlatilag benne van a mélyben. És pont ez a tanulság lényege, hogy ha a kockázat alacsony, akkor a hozam is az. És amit még jelenségként abszolút lehet érzékelni, hogy attól, hogy valami befektetésnek hisz, még nem biztos, hogy az. Tehát azért, mert valamire költöttél, teszem azt mondjuk pénzt, az lehet, hogy csak a hobbi. Tehát nem biztos, hogy befektetés, mert nem tudtad lekonvertálni azt a tevékenységet egy igazi vállalkozássá. Hát arra gondolsz, hogy a megtérülés az nem biztos. Tehát, hogyha nagy kockázatot vállalok, akkor bár valószínű, hogy nagyobb lesz a nyereségem is, de hogy a megtérülése ez nem garantált. Ez abban az esetben lehetséges, hogyha nem okosan, nyilván erről is később mindjárt szó is lesz, ha nem úgy eszközöd a befektetéseket, tehát mondjuk teszem azt túlságosan diversifikáld a befektetésre, tehát túl sok felé, tehát az összeg az önmagában nagy, de valójában sehol nem válasz nagy kockázatot, mert mindenhol csak egy icipicit kockáztatsz, és nyilván majd ugye, alacsony lesz valójában a kockázatod. Tehát úgy csinálsz egy alacsony kockázatot, hogy amúgy meg nagy kockázatot vállaltál, tehát ebben az esetben is ez előfordulhat. Közben sokan beköszönnek, sziasztok, szia Anita, hello, Miklós, hello. Csaba, Gergely, Natália, igen, te is már ott lesz a 14 nap alatt vállalkozó képzésünkön. Ugye ez a mai nap is egy kicsit annak a doppergése, hogy április 14-én 14 órakor találkozunk, és a 14 nap alatt vállalkozó képzést megtartjuk, aminek az a célja, hogy valaki a teljesen nullán áll, csak az elhatározása van, hogy ő vállalkozó akar lenni, akkor minden napra adunk neki egy olyan feladatot, hogy amit ha megold, akkor a 14. napon ő már egy kulcsra kész, számlaképes vállalkozó, aki már bevételt is tud magának teremteni, ez a képzés célja. Hozd az álmod, a többit ezt adjuk hozzá. Jelentős téttel nevez be. És ugye rögtön az első gondolat, hogy csak úgy törhetsz ki, ha jelentős tétekkel játszol. Tehát amit előbb is ugye elkezdtünk már itt említeni, hogy az nem működik, hogy hát végül is akkor teszek rá 1000 forintot és megpróbálom. Ugye? Tehát az nagyon-nagyon ritkán sok pénz, még a ruletnél is, ha eltáll az előbb említett zöld nullát, még akkor is csak 36 000 forint, tehát még az sem egy vagyon, tehát abból nem előzöd meg Jeff Bezost. Hogy is kell egyetlen nevét, mindig elfelejtem. Bezos! Jeff Bezos! És a következő gondolatnál, tehát ha lehetséges veszteség nem okoz változást az életedben, a nyeresége is hasonló eredményekkel kecsegtet.
Tehát erre, ezt el kell fogadnod. Tehát ha te nem érzed meg azt az investíciót, akkor nyilván annak a nyeresége ugyanilyen hatást fog gyakorolni az életedre. Lehetetlen, hogy ezt úgy tud értékelni. És ha utolsó gondolat gondolkodjunk nagyban, Máté, miért kell gondolkodni nagyban, hogy jelentős tétekkel nevezel be? Gondolom, pontosan arról van itt szó, amit az előbb elkezdtél mondogatni, hogy a lottót ezt nem tudom valóságként kezelni, mert a lottó az egyetlen olyan, ami eszembe jutott, hogy nem kockázatok túl sokat, de a várható nyeremény is nagy, de szinte lehetetlen. De ha nagyban gondolkodom, már nyilván a saját volumenemen nagyban, akkor utána a várható eredményem is egy csodálatosan nagy lesz. De nyilván, ahogy el fogod mondani később, hogy hogyan épül fel ez az észszerű kockázat, ami úgy vagyok biztonságban, hogy azért kockáztatok is, de úgy kockáztatok, hogy azért valószínűleg nyerek is, ezek a svájciak értik ezt. Abszolút, hogy mindenkit kérek, és látom, hogy tök sokan nézitek, hogy írjatok kommentet, köszönjetek be legalább, azért éri meg, mert folyamatosan sorsoljuk a Facebook Live alatt, a kommentelők között három nyereményünk van, ezt a nyereményt egyébként te választhatod ki, tehát a minden kommentelő között a következő adásba kisorsoljuk, hogy vagy kávézást nyer velünk, kávét, konzultációt vagy könyvet, tehát a kávéat azt ide tudsz jönni, és akkor egy órát akár együtt beszélgetünk a te megoldandó helyzeteidről, ugyanez a konzultációra is igaz, csak hogyha mondjuk vidéken élsz, vagy külföldön élsz, akkor ezt egy digitális adathordozó segítségével, vagy jogilag is pontosan fogalmazva, annak a segítségével eszközöljük el. A könyv pedig akkor küldünk neked egy könyvet a témában. Hello Gábor, Tájföldről. Tájföldről, ez igen. És Gábor. Egyben boldog névnapot is kívánunk egy utólag. Sziasztok, Tájföldről. És jönnek is a beköszönések, és hogyha teljesen rejtőzz könyv, mert nagyon fontos, hogy beköszönj, ugye gyakorlatilag a komment az új like. És nézzük is meg, hogy miért ne diversifikáljuk túl a befektetésünket. Az első pont, sok pici helyett egy nagy tét. Hát tulajdonképpen ezt járjuk folyamatosan körbe, mert mit csinálnak nagyon sokan. Hát nem mernek ugye egybe fejest ugrani, azért azt csinálják, hogy végig is van ez a jó ötlet, az se olyan rossz, ezt is megpróbálom, azt is megcsinálom, és ez nem fog működni egyszerűen. A befektetés alapszabályába, alapprincipiumába is ütközik ez, hogy diversifikáld a portfóliót, amikor már túl gondolod, illetve fejben nem leszel készen. Most gondoljatok bele, aki most kezd el vállalkozni, teszem azt, az hogyan láthatná át mondjuk, ha rögtön 3-4-be kezdi. Mm. Tehát erre semmi eszély nincsen. És hogyha szélesen teríted el a pénzed, mindenhová kevés jut. Ez a legfőbb következménye, ezért nem tud kiteljesedni. És három fölé nem menj, ugye még az legutolsó ebben a történetben, még egyet ugorjunk. Három fölé nem menj, tehát hogyha hármat még úgy azért az ember el tud. Most nekünk is van azért annyi indított projektünk, sőt, még egy picit talán meg is szektük, mert mi inkább már 4-4 járunk. Ez, hát, ha majd a vállalkozó tapasztalatunk... A macska rúgja meg. Hát, ha ezt majd a vállalkozó tapasztalatunk ellensúlyozza, de alapvetően azt kell elfogadni, hogy három fölé azért nem szabad menni, főleg, hogyha kifejezetten komolyabb az anyaginvestíció is. Közben itt nézem, hogy legalább olyan nemzetközi a mai kis csapatunk, mint hogy a Tájföldön lennénk, mert egy Tájföldön Dániából, Bécsből. Tájföld. Ú, de jó, ugye. Izgalmas helyeken vagytok. Nagyon jó. Közben írjátok meg, hogy ilyen messzi földről is hogyan találtatok meg bennünket. Tehát mi az a platform, amin keresztül jutottatok. Igen, Gergő is, Emese is, illetve Gábortól is kérdezem ezt, akik ilyen messziről nézik. A mohóság, tehát a profitodat mindig idő előtt vett ki. Hát hányszor járunk úgy, hogy valaki még várja, hogy menjen följebb mondjuk egy részvényárfolyam, vagy hát ha az ingatlan még értékesebb lesz, és egyszer csak azon kapja magát, hogy közben már jön a krak. Mert ugye mindig van egy áramlás, mindig van egy föllejáték, mindig ingadozik a piac, teljesen mindegy, hogy milyen iparágban vagy, az a piac az mozog, mert ez egy élő organizmus, maga az élet is egy folyamatosan áramló történet. Nem lesz stagnálás, és nincs fenntartható fejlődés sem, ugye ez is, ezt már közgazdászok is megállapították, éppen ezért, ha túl sokáig vársz, akkor egyszer nem bukni fogsz. És akkor nézzük is meg a mohósággal kapcsolatosan, hogy mi az első, mert ha túl sokáig maradsz egy játékban, akkor előbb-utóbb veszíteni fogsz. Egy társasjátékban is így van, nem? Izgalmas. Gondolom, az lesz a legizgalmasabb, hogy megtaláljuk ezt a pillanatot, amikor eljön az, hogy na most. Igen. Köszönöm. Minden jobban visszafogod a kapzsiságot, annál nagyobb eséllyel leszel gazdag. Tehát tényleg az szokott történni, hogy az ember elkezd játszani a gondattal, de végül is, ha még 10%-kal több pénzem lenne, ha még följebb megy néhány tizedet, ha még ezt a pályázatot megnyeri mondjuk az önkormányzat, és akkor még fejlesztik ezt, és akkor ez a környék még jobb lesz. Tehát, hogy annyi olyan függő feltételtől tesszük ezt függővé, egy idő után lehet, hogy már olyan elvárásokat teszünk a befektetésünkkel szemben, mert nem lesz reális, és tényleg úgy fogunk járni, saját magunk csapdáját gyakorlatilag lefektetjük magunk az úton, és akkor tönkre fogunk ebbe menni.
És ha jól profitáltál, akkor szállják ki, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát igenis, ha kitűzted azt a mérföldkövet, azt a checkpointot, azt a kiugrási részt, akkor el kell tudni engedni. Nekem is még volt egy csomó szó, amit még erőltettem, hogy amikor már azt kellett volna, hogy jó, rendben van egy projekt, és még ebben mit lehet kiszedni. Mert ne akart kisajtolni utolsó fillért is, tehát mert hányszor látjuk azt, hogy akár egy árajánlatnál, tehát az is egy befektetés, nyilván aki az idejét fekteti igen. be. Hát nem, az árajánlatnál milyen van, ilyen, pár gondotot mesélsz inkább, vagy... Hú, nem is tudom, hogy ez hogy lehet olyan úgy, hogy ne sérüljön, de volt olyan árajánlat, aminél mi is túlkapzsint csináltuk a dolgokat, meg mi is kaptunk el, ahol túlkapzsint csinálták a dolgokat, és túl volt árazva, nem úgy volt, és nem is jött be. És én azt gondolom, azt hiszem, hogy nagy vonalúnak kell lenni, tehát jó van, nem 100%-os, nem sajtoltuk ki az utolsó fillért belőle, ugye, hogy írva vagyon, de érdemes azért tudni kell elengedni. Amikor úgy érzed, hogy na jó van, ezzel jól jártam, és hogyha jó szívvel azt mondani rá, hogy jól jártam, akkor már mehet. Igen, és záró akkorként ennél a fejezetnél az, hogy ne nézd, ha már túltettél rajta. Egy csomószor van az nekem is, hogy amikor teszem azt, mondjuk értékesítésre kerül az, amit te valamit kezdtél, akár egy startupot, amikor exited van, de bármit mondhatnék, egy használt autóadását, egy ingatlanadást, de bármit mondhatnék erre vonatkozóan, nagyon sokan elkezdünk visszamenni a múltba, és még a bibliai idézet is erre van, amivel visszatekintettek, a sóbányává változott. Ugye vannak ilyen anekdoták, tehát ez már akkor is, lehet, hogy az akkori kultúrában is ez már picit a befektetésre is vonatkozott, nem tudom, de hát milyen vicces lenne. Tehát ne tekints vissza, mert folyamatosan azon fogsz agyalni, hogy jaj, még hogyha lehet, hogy kicsit följebb ment, lejjebb ment, és hogyha följebb ment, akkor borzasztóan fog fájni neked az, hogy hát, hogy ezzel még mennyit kereshettem volna, de ez már megint a mohóság, a kapzsiság, és ez nem fog előre vinni, mert ez a méreg, ez ki fog terjedni a meglévő érdekeltségeidre, és nem fogsz tudni ott lenni fejbe, és a befektetés pont arról szól, hogy a jelenben tudsz lenni, és erre is ki fog térni, hogy miért nem a múltban, és miért nem a jövőben kell lenned, amikor befektetésről van szó. Amikor megkaptad, szállj ki. Ugye a célt még a befektetés megkezdése előtt meg kell határozni. Pontosan azért, hogy utána ne legyen az, hogy elvisz téged alul, hogy na még egy picit, na még egy picit, na még egy picit, és akkor addig várunk, ameddig nem jön egy tőzsdekrak akár. Tehát, hogy hányszor volt erre példa, amikor már az utcán seperték a pénzt, mert annyira volt értékes csak. És a záráskor jutalmazd magad, ez azért nagyon fontos, mert sokszor, ugye ez főleg online pókereseknél is hallottuk, amikor készítettünk ilyen interjúkat, hogy nem tudnak úgy nagyon kiszállni, mert nincs miért, tehát hogy nincs meg az a jutalom, és az egész igazából csak egy digitális kócsor egy bankszámlán, és nem, nincs meg az a fizikai öröm, ami hozzá köthető, és emiatt nem is leszel motivált a következő kiszállásnál. De mivel jutalmazod magad, Máté, amikor eljössz a checkpointot? Jó gondolat. Nálunk ugye azért vannak ilyen céges jutalmazásos mérföldkövek, most nem árulok el túl nagy titkot vele, hogy majd megyünk ilyen céges csapatépítőre tavasszal, hogyha szépen alakulnak a dolgok, és már miért ne alakulnának szépen. De nyilván azért vannak olyan kiszállási pontok, én például nem vagyok még 30 éves, de 30 éves korom előtt szeretném megvásárolni az első Porsche-mat. Figyeljetek rá. Akkor idén például van egy klassz kiszállási pontom, a 9 számjegyű árbevétel az ERT-nek, az egy nagyon nagy vágyam. Igen. Nagyon hiszek is benne egyébként. De hogy akkor mivel jutalmazom meg magam, azt még nem tudom. Például Kocsár Tibornak szeretem a Pezsgő naplóját. Ő mindig olyankor ad magának valami ajcsit, egy új autót, vagy egy öltönyt, vagy valami szépet. Igen. Most olvasom közben, hogy Gábor egyébként meg Svájcból van. Úgyhogy ha egyet értesz, hogy kimarad egy banktitok, akkor szóljál. A bizakodás. A süllyedni kezd a hajó, ne imádkozz, ugorj. Imádom ezt a gondolatot. Nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy ezt átírjam, próbáljak egy frappásabb idézetet keresni. Ugye több száz idézetből álló idézettárunk van, itt Business and Café berkeim belül, de ennél jobbat a bizakodásra egyszer nem találtam. Tehát ez annyira találóan írja le a helyzetet, mert sokan úgy vannak vele, hogy így úristen, toporognak egy helybe, menjek, nem menjek, mi legyen, ja Istenem, mi fog történni, és ez már nem is, és már átállt aggódásba, úgyhogy nem imádkozni kell, hanem a tettek mezére lépni, majd utána imádkozol, és megköszönöd az Istennek, hogy kiugrottál erről a süllyedő hajóról. És miért? Nézzük is meg az első pontját. Az amatőr jó lapjárásért imádkozik, a profi viszont megtanulja, mit kell tennie, hogyha minden ellene dolgozik. Ugye ezt a póker szabályai rendszeréből hoztuk el nektek ezt a gondolatot, mert azért nézzük meg, az nem lehet véletlen, hogy vannak profi pókeresek és amatőr pókeresek. Igen. Tehát az nem lehet mondani, hogy mindig Royal First osztanak le, és ő azért világbajnok, igaz? Tehát ilyen nincsen. Tehát ő megtanulta azt, hogy az ilyet folyamatosan változik, és amilyen lapjárás van, ahhoz kell alkalmazkodni, ezek meg különböző stratégiák. És ezzel nem tudsz mit kezdeni, csak is kizárólag a terhetőséget kell magadban növelni.
A legnagyobb veszteség akkor történik, ha nem ugrunk a süllyedő hajóról. Hát igen, de egyébként ez nem könnyű ott benne lenni. Nekünk is hányszor volt olyan útelágazás, amikor azt gondolom, az ember úgy megáll egy pillanatra, és fogalma sincs, hogy mit évő legyen. Igen, ez izgalmas, de talán ebben az a legdurvább, hogy amikor érzed, hogy baj van, akkor hogy mikor állapítod meg, hogy akkora a baj. Vagy hogy mennyi időt engedsz a bajnak, mielőtt leugrasz a hajóról. Tehát azért az ember úgy, a szívem mélyre nézek, majdnem mindig éreztem, mikor fog süllyedni ez a hajó, de azért úgy mindig erőltetjük. Bizakodó vagy. És lehet, hogy nem reális az a bizakodás. Valószínűleg szokott lenni a probléma. Valószínűleg így van, de utána akkor meg kell tanulni az előző gondolatból, hogyha már túladok valamin, akkor utána ne bánkódjak rajta. Igen. Mert hogyha érzem, hogy süllyed, leugrok, és akkor valamilyen csoda folytán mégse süllyed el, akkor meg... Sobáványá változó. Ha visszanézek. Úgyhogy ezt el kell engedni. Micsoda idézet, halom. Kis veszteséggel szállj ki, hogy elkerüld a nagy veszteséget. Ez pontosan azért nagyon fontos, mert ha azért, hogy mondjam, persze előfordul, hogy jobban zár mondjuk az az érték, amiből kiszálltál, de azt szerintem sokkal jobban fáj, amikor nagyobb buksz. Tehát akkor már inkább azt mondom, maradjak le egy pici profit különbségről, néhány százalékokról beszéltünk, mert azért nem tipikus az, hogy több száz százalék előfordulna, tehát az már annyira hosszú távon történik, amire nem lehet azt mondani, hogy lelkiismeretfordulásom van, de akkor úgy döntöttem, hogy kiugrottam, akkor rendben van, legalább megmentettem magam a veszteségtől, és azt még mindig, a megmaradt tőkét még mindig áttettem egy másikba, ami nagyon fontos lesz a jövőre nézve. Ha egy dolog rosszra fordul, egy ideig úgy is marad, ezt viszont el kell fogadni. Tehát van egy, a háromdimenzió világában élő, nem tudom ti, hogy tudjátok, én nagyjából ezt hallottam. És ott van olyan, hogy van a tér, amit nagyjából tudjuk, mert ha lefejlem az ajtót, azt észreveszem, meg van a másik, az idő. És ugye az idő az, ami egyszerűen korlátok közé szorítja ezt a mi világunkat, ezt ebben a fizikai világban a mennyivállásunkat. Tehát igenis van egy átfutása, ami korrigál a piac, ameddig ismét emelkedni kezd. Tehát arra nyugodtan lehet számolni, hogy ha valami beborul, akkor az nem fog 5 perc alatt fölépülni újból, annak egy idő kell. Tehát ezt ugyanúgy bele kell kalkulálni. Illetve szintén nagyon fontos így zárásként tenni a pont, hogy el kell tudni engedni, ami nem működik. Tehát nem kell ragaszkodni különböző kifogásokon keresztül, hogy már pedig ez még édesanyám részvénye volt, vagy ezt a házat még apám építette, meg egy csomó ilyen érdekességet be szoktunk hozni ugye az életünkbe. Mikor voltál az erre jósnőnél? Nem is tudom. Szerintem én lehet, hogy még életemben sem voltam, de azt szeretem, hogyha jósolnak nekem ilyen informális keretek között, de sajnos nem tudok hinni bennük. Nem is kell, és mondom, nézzük is meg, hogy miért, mert ne dőbb be minden tipnek, tehát hogy tényleg ezt hallotta, azt olvasta, a mai világban, a Facebookon is mennyi kamuhír van, mennyi az, amilyen clickbait, és tök értéktelen, sajnos, és gazdasági hírekben is egyre többet látni ilyet. Örülök, hogy ilyen oázis vagyunk ebben a Vincent Caféval, ebben a sivatagban. De hál' Istennek azért van egy olyan, ami megérzés, erről majd külön lesz szó, ne mindig kívülre tekints. Van neked akkora tudásod, tapasztalatod abban a szegmensben, amiben te vagy, nem véletlen, hogy az az ötlet az neked jutott eszedbe azért, mert te ebben a világban mozogsz, neked erre van hajlamod, képességed, ebben van tehetséged. És az emberi viselkedés az megjósolhatatlan, ez szintén nagyon fontos, tehát sokszor van az, hogy azt mondja egy piaci szakértő, hogy hát figyelj csak, ez nagyon várható a trendvonal. Rendben van, de mi van, hogyha szerelmes lesz az a ügyvezetőigazgató, és hirtelen válni kezd, és emiatt egyből mi az asszony lesz a vagyon fele, és bezúlna a részvény, és senki nem tudja, mi lesz, vagy baleset éri. Tehát hányszor láttunk ilyen viszmajonnak nevezett dolgokat, ami valójában én csak úgy nevezném, hogy az élet. És nem lehet megjósolni az életet. Ne akarjuk kitalálni, hogy mi fog történni, reagáljunk arra, ami épp történik. Nem kell jósnak lenni. Azt kell észrevenni, hogy éppen mi történik a világunkban. Mert ha azt látjuk, hogy éppen most egy trendvonal rendben fölfelé megy, vagy látjuk, hogy valamilyen jelenséget észlelünk, akkor nem kell azt túlgondolni, meg visszatekinteni, meg 5 éves üzleti tervet rácsinálni. Nem, az ott vagyunk abban a pillanatban, tedd, amit tudsz, azzal, amit van, ott, ahol vagy. Ugye, Theodore Roosevelt gondolat, ezt tegnap is feldolgoztuk. Gyors reakciók a jelenre. Gyorsan. Nem lassan, gyorsan. Meg gondolom, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell, hogy legyen hosszú távú stratégiám. Lehet hosszú távú stratégiád, de ezt nyilvánvalóan el kell fogadni, hogy a hosszú távú stratégia arra jó, hogy van egy terved, amit 5 percenként módosíthatsz. És nagyon nyugodt vagy, hogy van egy hosszú távú stratégiád, és elmondhatod mondjuk a kockázati befektetőnek, kockatőkésnek, hogy van egy hosszú távú stratégiád. De legyünk őszinték, ugye pont te említetted a Jeff Bezos kapcsán, hogy 20 percnél tovább felesleges tervezni. Nyilván ő ezt
Persze, csak hogyha kicsit ilyen svájciasabb irányba megyünk, akkor ott gondolom, hogy nekik van valamilyen elképzelésük annak ellenére, hogy az ember egy dilisek, meg hogy a jelen változik. Persze. De sokkal inkább lereagálják a jelent, és nem akarnak jósolni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert egyszerűen nem fogsz tudni minden tényezőt. Az előbb említett viszmajoroktól kezdve annyi mindent nem tudsz befolyásolni, hogy egyszerűen lehetetlen egy bizonyos, tehát fizikailag egy bizonyos idő után nem lehet. És jó, ha van terv, csak itt majd belép egy következő gondot, majd a rugalmasság, amiről szintén beszélni fog, de most még nézzük meg kicsit a képleteket. A káosz addig nem veszélyes, amíg el nem kezd hasonlítani a rendhez. Ugye hányszor járunk úgy, hogy benne vagyunk az életbe, és elkezdünk ilyen valós vagy vélt képleteket elképzelni. Teszem azt, hányan járunk úgy, hogy akár a roulette-be, nem tudom, ti belefutottatok-e, abba volt egy ilyen reklám, rengeteget ment az ilyen clickbait oldalakon, ez a roulette-es, hogy így csinált több millió dollárt egy postás, és most már hajójak, mert minden, mert annyit csinált, hogy mindig a feketére rakott a roulette-be, és megduplázta, ugye. És ugye, mert hogy mindig, majd egyszer csak jön majd a fekete. De ez nagyon gyorsan meg lehet szívni, mert például van ugye egy ilyen anekdota is, hogy egymás után 28-szor jött a fekete a monakói kaszinóba, ez által egy lejegyzett eset, amikor egy nő rajta hagyta az utolsó pár dollárt, és gyakorlatilag meg kellett állítani a roulette asztalt, mert közel csődbe ment a bank, tehát maga a kaszinó, mert ugye, hogy folyamatosan exponenciálisan emelkedik a duplázás, egy idő után nem tudták kifizetni a nőt. És előfordul ez. Na most mi van akkor, hogy te végig a pirosat teszel? Annyi pénzt kellett volna már tenned, ha csak egy dollárral is mész, mert nincs ilyen, nincs képlet, tehát egyszerűen nincs képlet, nem lehet így. Jön egy nulla, megint piros, 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 nulla, piros, piros, és mi van? Én jártam úgy egymást, háromszor zöld volt ez a nullás. Erre matematikailag annyira kevés esély van, hihetetlen, és mégis belefutottam a való életbe, nem mint olyan sokat kaszinóznék, de ebbe pont beleszaladtam. Nézzük is meg, hogy akkor ez miről szól. Amint szabályosságot fedezel fel az emberekben, vagy az üzletben, akkor hibáztál. Az üzletben is így van. Nem tudom neked mi a tapasztalatod erre. Szabályosság. Igen, túlságosan szabályosságot fedezel fel. Egy alapfokú általánosítása szerintem nem rossz, bár nem akarok vitatkozni a svájci befektető császárokkal. Az általánosítás az annak ellenére, hogy nem helyes, sokszor működik, viszont gondolom, hogy itt a szabályosság az azt jelenti, amikor nagyon... Mikor azt mondod, hogy 100%-ban ez így van, és nem lehet más. Amikor én nagyon mereven állsz nagyon hozzá. Veszélyes, nagyon veszélyes. Nyilván tökre változó tényezőkkel dolgozunk az emberek, meg az idő tekintetében is. Nálunk, hát én tudom a legjobban, mert én írok ilyen kampányterveket, hogy mindig csúszik minden, és ahol emberekkel dolgoznak, ott mindig csúszás van, ott semmi se lehet fix. Ne keresd képeteket, mert nincsenek. Tehát persze vannak vonalmértékek, meg elképzelések, meg mindent el tudok képzelni, de nincs olyan formula, hogy én azt mondom neked, hogy jó, rendben van, tessék, itt van egy egyenlet, és ha te ezt betartod, akkor ez 110%-ban mindenre működni fog. Mm. És ez azért sem lehet, mert a rend ilyen téren az csak egy érzéki csalódás. Tehát nincs valójában ilyen, hogy rend. Tehát van egy ős káosz, azt kell, hogy mondjam, tehát a pontok véletlenszerű ütközése, és most nem akarok ilyen metafizikai történetbe belemenni, akit érdekel, nyugodtan egyébként ebbe bele lehet, de még a fizikusok is azt mondják, hogy bizonyos értelme véve a rend az egy illúzió, amit mi föltartunk magunknak, mert mi azt mondjuk, hogy mi rendszerbe élünk, és 8-kor kezdjük a munkát, de legyünk őszinték, az nem mindig 8-0. Van, hogy 8 óra 1 perc, 7 óra 59, és ez nem rend. Már csak a rend illúziója valójában szinte egy káosz, csak egy ilyen keretek közé feszített káosz, egy ilyen mesterséges valamit próbálunk fenntartani, de valójában nem. Na, tehát én megbeszélés után ilyen mondasz nekem, hogy a rend káosz, mondjárt el, és sírom magamat. Ne aggódj. Más képete viszont nem biztos, hogy beválik, és azt is elmondom, hogy miért, mert neki más véletlenszerű események formálták az életét. Más suliba járt, más volt a pattársa, más mondott neki az édesanyja, más hülyeségei voltak. Tehát lehet, hogy neki az ugyanúgy működött, de neked majd ezt personalizálni kell. Tehát lehet átvenni elemeket, de ne akard azt szintén egy képletté konvertálni, na akkor ezt én, ha én is 6-0-kor kerek, meg én is szénhidrát, minőségi szénhidrátot fogyasztok, akkor én dollármillió most leszek 3 éven belül. Mert ez egy képlet, amit mi átadunk, nagyban hozzájárul, de nem ez garantálja természetesen. Vagy nem tudom, ezt te hogy látod. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezért az valószínűleg növeli az esélyét. Igen. Tehát nyilván az, hogy a véletlenszerű események számát azt megpróbálom olyan szinten minimalizálni, hogy a lehető legtöbbet próbálok meg beállítani, nem képlet szerint, de akkor egy adat, mégis sem mondom, hogy rendszerű, hogy ez is illúzió. Tehát, hogy a véletlenszerű eseményeimet megpróbálom más sikeres ember véletlenszerű esemény halmazához igazítani és hasonlítani, bár ez meg nyilván sosem lesz olyan, mert én magyar állampolgár vagyok, akkor születtem, amikor születtem, más élethelyzet, más szülői minta, más alapműveltség.
Á, izgalmas. Egyébként nem is kérdezett egy tök jót, nem tudom, van-e időnk arra, hogy oda válaszoljunk. Volt már eset, mikor a megérzés ellen léptetek üzleti téren, és beigazod, hogy lépni kellett volna? Olyan volt, hogy ellene léptünk, és mindig megszívtuk. Tehát, és általában akkor tudtuk, amikor a megérzés ellen léptünk, hogy na, ezt most nem kéne csinálni, de megpróbáljuk hátha. Meg olyan is volt, amikor éreztük, hogy ez most nagyon kéne, és elbénáztuk, tehát egyszer nem mertünk. A korábban említett medence paradoxonba kerültünk, hogy először csak így a bokáig akartunk belemenni, és már rég fejest kellett volna ugrani, és ott tököltünk a lábmosónál, amikor már rég mások már a második host úzták, és beigazolt, mert piac, tehát elsőként léphettünk volna a piacra, és sajnos ez nem tudott megtörténni, de most már ezt a hibát nem követjük el, most sokkal gyorsabban reagálunk a mostani. Csak bátran hallgass a megérzéseid egyébként. Jó. Az eufória nem garancia a sikerre, és a nyerő szériák pedig nem tartanak örökké. Hát hányszor voltunk olyanok, akinek volt már olyan, mondjuk egy nagyon nehéz feladat sikerült, vagy egy kihívás, egy checkpointot elért, és akkor olyan eufórikus állapotba kerül, hogy neki most minden megy, ő most eléri a trollit, ő most neki bármi az aranyjá változik, ő mindig zöld hullám lesz az autópályára felé vezető úton, és azt hiszük, hogy ez egy örökké tartó állapot, és minden tökéletes lesz, és a bölcsekköve a zsebünkbe fekszik, de nem erről van szó. Ugyanis senki nem legyőzhetetlen, és attól, hogy valami most éppen sikerült, ez nem garancia arra, hogy ez az élet minden területére ki tud terjedni. Mert nem tudom, hogy testelje hibába vagy valami. Ó, sokszor, de ez tényleg egy folyamat, tehát azért ezen át kell esni. Meg egyébként az eufória olyan jó, meg az ember nehezen rángatja le magát olyankor a földre, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy annak ellenére, hogy ez a nagyon nehéz feladat sikerült. Izgalmas. Én ezen még nem vagyok túl egészen. Ebbe leszaladt, hogy még egy kicsit? Persze. Én tudok az eufórikus állapotban azért arra gondolni, hogy mindig rendben lesz minden, de szerintem ez természetes. Énkor szerintem nem döntéseket kell meghozni eufórikus állapotban, hanem olyan feladatokat, ami egyébként nehézkesen ment, azokat gyorsan megoldani, mert hamarabb kerülsz flóba, tehát ha már az eufória sikerült, akkor azt valahogy azért csapold le az energiát, tehát ne dühöngd el egy kocsmába és szórakozva és megünnepelve, mert az se rossz, kipróbáltuk azt is. Nem mondom, hogy működött, mert azt mondom, hogy nem működött, de valamilyen szinten azért... Voltak bizonyos eredmények, de szerintem másik műsorban, és a lényeg, hogy azt érdemes úgy lecsapolni, hogy azért az egy produktív energiával tudjon átállni. És az előbb említett rugalmasság, hát ugye hányan vagyunk úgy, hogy beletespedünk egy kicsit. Nem csak a befektetésén, mert az élet minden területében. Most itt van velünk Kézai András is néző, ő ugye kifejezetten sokat írt a Kerle Hack Yourself-en. Én azt gondolom, hogy kiváló írók ők is. Érdemes őket is olvasni és nézni, remélem, hogy többet live voltok. Mert azt kell elfogadni, hogy minél inkább régi, ismerős vagy kényelmes dolgokkal szeret körülvenni magad, annál kevésbé leszel sikeres. Az innováció kapcsán talán ez be is tud jönni. Érdekes gondolat egyébként. Azt olvastam valahol, hogy a legtöbb ember a 25. életéve után képtelen változtatni a szokásain, de szerintem ez pont azért van, mert a rugalmasság kopik ki belőlük elsősorban, és nagyon törekedni kell arra, hogy megtartsuk. De én is egyébként, hogy mondjam, a csapatban előfordul, hogy én vagyok nagyapa, akinek hogy el kell magyarázni a Google kalendárt, meg ilyeneket, de nagyon figyelek arra, hogy ezt tudatosan próbáljam fejleszteni magamban, és próbálok rugalmas lenni, úgyhogy mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, hogy ha a mindset elúszott, akkor vége van az egésznek. Igen, rugalmasság egyfajta nyitottság is, ha belegondolunk, mert azért legyünk őszinték, sokszor egészen újszerű élethelyzeteket kell megoldani, ugye azzal nyílnak új piacok, hogy van egy újszerű probléma. És az újszerű problémára újszerű választ kell adnunk, és éppen ezért ez az innovatív fajlam abszolút meg kell legyen egy vállalkozó szelleműben, és a kortól függetlenül, mert ha nézzük meg, nagyon sok befektetőt akár megnézünk, akik már effektíve, már saját vállalkozásokat már sikerre vitték, és ugye a maradék pénzzel játszanak, ezt most kimondhatjuk nyíltan, na ő ott is teli van ilyen 40 és 70 év közötti emberekkel, akik mégis mentálisan abszolút, tehát ilyen open-minded emberek, és minden nyitottak. És ez egy nagyon fontos képesség, tehát az a rugalmasság elvetése, ezt mindenképpen ezt szorgalmazd. És ami másik szintén fontos, ha már ilyen rugalmasságról van szó, az, hogy ne ragadj be sikertelen üzletekbe hűségből vagy nosztalgiából. Hát, ugye ez előfordul, mert ugye sokszor ugye hobbi is,
és amikor a hobbid is a megéltés, de elkezd mondjuk beszakadni az iparág, tehát mondjuk te egy nagyon jó cipész vagy, az lehet, hogy te imádod csinálni, de abból már nem nagyon élsz meg, akkor el kell gondolkodni, mert a számla attól még jön, attól a gyereknek lehet, hogy a tandíját fizetni kell, most csak mondok egyszerű példákat, de más az, hogy mit szeretünk, és akkor meg kell találni egy más oldalt a szenvedélyünknek. Mert van, amikor választani kell a hiedelmek és a pénz között. Ezt el kell fogadni, és a másik az pedig, hogy kötődj emberekhez, de ne befektetésekhez. Tehát lehet azt csinálni, hogy mondjuk egy jó csapatod van, mert te már fölépítettél egy nagyon profi csapatot, attól még nem biztos, hogy azt a céget kell már menedzselnetek, mert lehet, hogy az már egy lejtő, lehet, hogy az már nem működik, vagy egyszerűen már jogilag ellehetetlenült, vagy már a piac elfáradt benne. Akkor meg kell fogni azt a csapatot, és azt kell mondani, hogy srácok, hát ez a szitu, újból kell gondolni a történetet, de a csapat attól maradhat, tehát ez nem ütközik ez a kettő. Abszolút, ez nagyon emberi gondolat, és ezen gondolkodom, hogy beragadni azért, mert az ember... Tehát a rosszul értelmezett lojalitás az állati veszélyes, nekem is volt ilyen élethelyzetem, és nem jó. Igen. Valamikor azt kell mondani tényleg, hogy köszönöm szépen, minden rendben, nagyon szeretlek téged, de ezt most így és ebben a formában nem. Mindenkinek jobb egyébként, mert hosszú távon sokkal kevésbé sérülnek az emberek is ettől. Nem főleg, de mondom, hogy az ingatlan befektetéstől kezdve azért, mert ez az első vállalkozásom, ez volt, amivel az első milliómat, tehát egy csomó ilyen mondva csinált hülyeség van, amit nem is értem, hogy azok az emberek, akik már egyszer sikerre vitték, hogyan követhetik el, hogy ebbe a zsákutcába belemennek, de nagyon bízom benne, hogy most már a videó után ez nem történik meg. És amit fontos szintén itt a rugalmasság kapcsán el kell mondani, hogy szállj ki az üzletből, hogyha egy vonzóbb ajánlat tűnik fel. Mert lehet, hogy az összes pénzed ott van, de mondjuk ilyen 1-2%-on ketyeg felfelé a mutató, a másik iparág így megy föl, és nem akarsz fölvenni hitelt értetőkből, vagy nem vagy hitelképes, nincs rá pályázat, nincs rá angyal, vagy nem akarsz direkt bevonni, mert akkor elviszi a cég felé. Tehát, hogy ha ilyen szituációba keveredsz, Akkor viszont tényleg azt kell mondani, hogy figyelj, hát tök jó, hogy itt csináljuk ezt, amit most így éppen szépen hosszú távon, majd egyszer 5-15 év múlva valamit tudok vele kezdeni, attól meg kell válni, és a hirtelen növekvő iparába gyorsan be kell szállni, mert utána ezerszer jobban megéri. Nagyon izgalmas volt, most pont egy milliárdossal beszélgettem egy konferencia után, most azért nem szeretném megnevezni, mert utána lehet, hogy jön egy interjúra, és majd lesz a sztorit szeretném, hogyha ő maga is elmesél, de nagyon röviden, ott az volt a lényege, hogy egy telepfejlesztést szeretett volna elvégezni, és ehhez még a családi házát is megterhelte hitellel, hogy gyorsan tudta, hogy a piac elkezdett sűrűsödni, jött egy kedvező jogi változás, aminek következtében egyből hirtelen pénzhez kell jutni, és ezt a ház megterhelésével, értékesítésével, és itt mindent csinált az ingatlannal, amit lehetett csinálni, és azzal gyorsan pénzhez, és egyből beszállt, és most már olyan 3-6-szoros bővítésen vannak túl pár év alatt. Tehát nagyon-nagyon fontos volt, megmerte lépni. Meg kell tudnunk különböztetni a hobbit a spekulációtól, tehát ha ez hobbi, akkor meg végképp szállj ki belőle. Tehát ha te most csak azért csinálsz valamit, mert telik az idő, meg addig se bántottam az asszony, akkor ezt el kell engedni, akkor térj át egy olyan tevékenységbe, ami számodra jó lehet. Kérdés jött, vagy? Igen, igen, nézegetem. Na, Lászlóval az a helyzet, hogy úgy vállal a kockázatot, hogy meglévő üzletre kevesebb időt fordít, az újra pedig többet. Ez tipikus eset egyébként, pont az évfiatal vállalkozójánál volt egy ilyen történet, a mentes cukrász üzemnek a tulajdonosa, Oltványi Zsolt egyébként, ő járt úgy, hogy neki van egyébként egy digitális ilyen reklám ügynöksége, valami ilyesmi ügynökséget végez, és emellett pedig nyitott egy mindenmentes, tehát glutén, laktóz és mindenmentes cukrászatot, és ő is most, tehát neki gyakorlatilag az van, hogy az ügynökség kitermeli most még a hiányt a cukrászatból, ami most folyamatosan fejlődik, és ugye kipótolja, és egy tök izgalmas történet, és itt Magyarországon egy budapesti példa. Igen. Amíg évekre reménykedve beragadsz, tucatni befektetési lehetőség megy el melletted. Ez bizony nagyon szomorú, különösen magunk is megtapasztaltuk. De nem igaz, tehát reménykedtünk, persze terveztük, hogy jaj, de jó lesz. És aztán sose lehet, mert nem csináltuk meg. De igen, szóval ne reménykedj, nem csináljad. Rengeteg jó lehetőség van folyamatosan, és amikor előbb említett, mondtad, hogy miért fontos, hogy akkor hosszú távon kell tervezni, meg lehet-e, én erre mondom azt, hogy ezért nincs értelme, mert egy idő után, tehát mindig jönnek ilyen villámakciók, ami nagyon-nagyon jól konvertál. Főleg az elején, amikor szükség van minden forintra, és nem tudsz annyira mozgatni még tőkét, tehát hogy tényleg megy az első feladathoz, hogyha visszamegyünk, hogy minél nagyobb tétel szállj be a játékba,
emiatt is ilyen lehetetlen, mert ugye ezeket mindegyiket be kell tartani, teszem hozzá, tehát érdemes visszanézni. Most nézd, most csatlakoztál be, akkor nézd vissza, arra kérlek, hogy az egész egy nagy értelmet tudjon nyerni. Tehát be kell szállni, és ha ott viszont elakadt a sztori, akkor gyorsan ugrunk át a másikba, és ha a befektetésed nem halt, és látsz jobbat, vás. Tehát nincs gondolkodás, mert nem ülünk rajta hetekig, hónapokig, mert meg fogja más csinálni, és ő fog milliókat, százmilliókat keresni vele. És nagyon, nagyon jó az, amikor mi Mátéval nézzük, hogy hát mi ezt sokkal jobban megcsináltuk volna, igen, csak ő csinált belőle mondjuk 200-300 milliót. Tehát én értem, hogy tök jó lett volna, meg nagyon profi a csapat, csak fejbe, érted? Tehát, hogy volt ilyen. Volt ilyen, és ezt, hál' Istennek már nem követjük el ezt a hibát. Intuíció, megérzések, hogy működik ez? Én azt gondolom, hogy helyén kell tudni kezelni, tehát az lehet egy álom, meg egy jóslat, meg bármit lehet erre mondani, de az nagyon fontos, hogy ezek megmagyarázhatóak legyenek. A megérzés az hasznos. Tehát, aki azt mondja, hogy a megérzés hülyeség és csak táblázatokba szabad hinni, meg diagramok, meg grafikonokba, ő legalább annyira nagy tévedésben van, mint aki azt mondja, hogy csak a megérzésének hisz. Arany középút. Miért mondom ezt? Azért, mert sokszor a tudatalattiban tárolt információk a megérzéseink. Hogyha megyünk még egyet, akkor ugye pontosan erről írok, hogy a tudatalattink ugye ő az, aki úgy dolgoz fel információkat, hogy ez most én nem tudom megmondani, hogy ez most micsoda és miért és hogyan gondolod ezt, de ő összeköti úgy a pontokat, hogy te ezt egy impulzusként generálod, és nehéz megmondani a miértjeit. De te olvasol mondjuk évente, vagy elolvasol azt az 52 könyvet, amit javasoltunk neked, minden héten olvasom, amit milliárdosok én tanácsoltak, és illetve Máté összeszedte neked ezt a könyvet, könyvlistát, és elolvasod ezt az 52 könyvet, akkor az 52 könyv tudása és annak lecsapódásai fognak megérzésként megnyilvánulni benned, amikor lehet, hogy ott állsz egy ilyen szituációban, és csak az, hogy C megoldás. És nem tud megmondani miért. És ez a megérzés valójában, hogyha ez jó megérzés. A jó megérzés tényleg olyan, amit nem tudsz megmondani, hogy ezt honnan tudod, és amit mondod, tehát ne vessük el a megérzéseket, de válogatás nélkül se bízunk benne. Tehát az a két végletet, tehát azt érdemes elfejteni, és az arany középutat érzékel, nem tudom, hogy látod. Teljes mértékben igazatok ennek. Azért fontos most egy végiggondoltam megmagyarázni a megérzést, mert amikor az embernek van egy megérzés, és kiderül, hogy végül nem az lesz a megfejtés, akkor is érdemes megmagyarázni, de miért gondolom ezt? Lehet, hogy ez valamilyen tévképzetekből, vagy előítéletekből, vagy valami helytelen elsajátító dologból táplálkozik. Ez egyébként jó, kimondottan jó, tetszik. Ezek a svájciak értik. És a megérzés az viszont nem a remény. Tehát mert sokszor van az, hogy én azt érzem, hogy ez be fog jönni, és akkor tudod, hogy teljesen fogalmad nincs, és igen, nem is ezt akartam mondani, mint nincs, hogy akkor ez most honnan veszed, hanem egyszerűen bízol benne, tehát vakon rátettél mindent a fekete 13-ra, csúnya nyitom a számokat, hogy milyen színűnek, na mindegy, remélem jól mondtam, írjátok meg, ha tévedtem, és akkor reménykedsz, de az nem megérzés, mert az totál más, tehát ott nem tud lecsapódni az intuíció a fekete 13-nál, és mert ha valamit nagyon akarsz, akkor azt elkezded bebeszélni magadnak, hogy hát ez tuti jó lesz, mert elmáll meg, hát egyébként is volt már pár jó gondolatom, és pusztán a vágy az mi nem megérzés. Hát erre mondta a Google, hogy 92%-ban az érzelmeink alapján döntünk, és a maradék 8%-ot azt meg arra használjuk, hogy megmagyarázzuk magunknak, hogy miért döntöttünk így az érzelmeink alapján, de gondolom itt ezzel az lesz a gond, hogyha bemagyarázom magamnak, hogy ez miért okos ötlet, akkor, és hogyha nem analizáltam a megérzésemet, hogy miért akarom én ezt így, akkor utána van esély rá, hogy el. Persze, tehát lehet analitikus szemlettel is hozzáállni a megérzéset, mert persze szét kell boncolni, de attól függetlenül először jön, hogy folyamatában lenne, akkor energiasűrítés, tehát tudásanyagok begyűjtése, informálás a piacról, utána hagyni, hogy a megérzéseink azok vezéreljenek, és megnézni ezt analitikus szemmel is, hogy jó, rendben van, vajon miért ez a döntés született bennem. Ez nem arról szól, hogy most nagyon le akarod beszélni magad, vagy akkor nagyon meg kell támogatni, de alapvetően azért meg kell vizsgálni ezt egy kicsit boncasztalon, szakértők véleményét kikérni, hozzánk is nagyon sokan jönnek itt tanácsadásra, hogy van egy tök jó alapötletük, és mi azt kinyitjuk számukra, hogy ezt hogyan lehet a leggyorsabban és legprofitábilisabban megvalósítani, és nagyon, nagyon szép számokat tudunk felmutatni, akár több milliós árbevételt egy ötletből, egy tanácsadás után ne tudtunk generáltatni, ami nagyon, nagyon olyan történt, amire nagyon büszke vagyok. Jó érzés. Neked meg szokták mondani, hogy szerintük mi lenne a jó, vagy jártál-e már úgy, Márta, hogy azt mondta neked valaki, hogy szerintem ez hülyeség, vagy ez szerintem jó ötlet, de miért azt csinálod, miért nem úgy csinálod, és akkor te mit érzel magadban? Hú, erős dühöt és ingert, hogy kimenjek onnan, de láttam ilyet mostanában. Nagyon, nagyon rossz, ez külső szemlőként is tök rossz megélni. A kéretlen tanácsnál rosszabbat én nem is nagyon ismerek.
amikor... A kéretlen pofon talán. Ki az, aki kér pofon, de újabb vitát nyitunk. Pláne üzleti környezetben ugye ez még különösebb. Itt van Hege Titi, mondjuk őtől nem kérnék, tehát az kifejezetten. Szia Titi, rég beszéltünk. Hello, hello. Igen, tehát adakta téve a pofont egy pillanatra, mások véleménye is lehet olyan, a kéretlen vélemény lehet olyan, mint egy pofon, mert a tanács meg a vélemény, igen. Nem függ össze. Mindegy, ki mit mond, mindent magunknak kell végig gondolnunk. Tehát pontosan a mi megérzésünk. Honnan tudná azt egy harmadik személy, hogy a mi megérzésünk az milyen energiasűrítésnek következménye? Tehát ez egy abszolút irreális elképzelés. Természetesen mondom, tehát mondjuk ez egy szakértői vélemény, még akkor is egyébként ezt lehet óvatosan kezelni, még akkor se kell feltétlenül ebbe beleugrani, de azért nyilván egy biztonságérzetet ad, ez egy kockázatot vállalunk. Tehát most ismétlem, nem azt mondom, hogy egy blueprintet adunk a 150%-os formulát, ami minden ilyen szituációra működik, párkapcsolatra, befektetésre, részvényre, tőzsdére és még startupra is, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha megképződött benned egy gondolat, akkor azt neked kell tudni kibogozni, és nem rögtön rohanni máshoz, hogy ez na, hogy kéne, mind kéne, hogy neked kell ezt végig gondolni. És nagyon tetszik ez a gondolat, hogy van egy olyan jelenség az életünkben, hogy demokráciában élünk. És a demokrácia az magával hozta azt a hajlandóságunkat, hogy mindig azt hiszük, hogy a többségi vélemény akkor az a tuti. Tehát, hogy a többség sose tévedhet. És nekem az tetszik még záró gondolatként, hogy aki szerint a többségnek mindig igaza van, azért azt gondolja végig, hogy a többség nem gazdag. Hát mondjuk pont Svájcban azért úgy... Talán Svájcban igen, de azért ha megnézzük azt, hogy mondjuk mi a helyzet itt nálunk szerint is hazánkban, szeretett hazánkban, azért ezért nem kell mindig a többség véleményére hagyni, és nem véletlen, hogy az a pár százalék tudott igazán felülkerekedni a társadalmunkon, ezt most nyilván nem pejoratív értelme, ezt most a szónemes értelemben ők egy más utat jártak be, és az ő valóságuk ez egy más valóság, mint a más emberek valóság. Most nem tudom, ennél finomabban hogy lehet megfogalmazni. Jó, ez így. Persze, mondják, hogy a világ leggazdagabb 1% a birtokai összes vagyonnak, ami felét, vagy valami ilyen. Hát már valami 80%-ról beszélnek. Tehát olyan magas kifejezés, hogy szám, hogy ezt addig tudjuk feldolgozni. Ja, valószínűleg ők máshogy döntenek, meg mások véleményére. Igen. Pont, hogy nem hallgatnak mások véleményére. Dolgozd ki a saját ötletedet, azt hajtsd végre, és ha hibáztál, javítasz, de a lényeg, hogy ne akarj mindig rögtön máshová szaladni, és a kéretlen véleményt azt pedig utasítsd el, nagyon igen. Fontos. Kaptunk egyébként ilyen milliárdostól kaptunk ilyen tanácsot, hogy aki igazán gazdag, az a társadalmon kívül áll, meg hogyha te gazdag akarsz lenni, akkor innentől kezdve te is kívül állsz a társadalomban, nem kell követned azt az utat. És el kell fogadnunk azt is, hogy gyakran akkor a legjobb megvenni valamit, amikor a senki más nem akarja. Miért? Mert akkor első lehetsz a piacon. Akkor van az, ráadásul, hogyha főleg mondjuk itt személybe fektetsz, vagy egy vállalkozásba, akkor nagyon hálás tud lenni a téma. Soha nem fejtik el, amikor ilyen korai befektetésként, vagy egy korai támogatóként te megjelensz ebben. Egy érte szóló hűség tud kialakulni, hogy csak menet közben természetesen ezt a szimpátiát fent tudod tartani, és nem csinálsz nagy blödségeket. Mert és az is egy érdekes dolog, hogy akkor kell venni, amikor legtöbben azt mondják, hogy neki most nem kell. Tehát amikor bezuhan egy ingatlanpiac, a legtöbben akkor gazdagodtak meg, amikor beszakadt az egész, és akinek volt tartalék pénze, az gyorsan föl tudott vásárolni, és akkor mindenki azt mondta, hogy most nem kell, mert rossz az ingatlan, mert hogy sehol nincs ára. Hát ha nincs ára, akkor kell venni, mert akkor olcsó, ugye? Főleg úgy, hogy egyébként Budapestnél konkrétan tudjuk, hogy az egyik legolcsóbb főváros itt Európában, tehát az ingatlan árakat, ha nézzük, akkor nagyon-nagyon alul helyezkedünk el. A Bécs, ez itt van mellettünk, és ami többszöröse az átlag négyzetméter ár, nem beszélve nyilván, hogyha megyünk még jobbra-balra, akkor ez milyen különbségeket feltételez, de a lényeg, hogy ha beszakad egy piac, akkor ott érdemes mozgolódni, tehát nyilván, vagy volt még egy nagyon jó példa, egy illusztris példa erre, hogy volt egy olyan történet, amikor a Ford részvényei valami elképesztően beszakadtak, tehát hogy majdnem a zéróval, vagy majdnem mínuszba ment, most túlzok direkt. És mindenki azt mondta, hogy hülye az, aki Ford részvényt vesz, és volt egy néhány befektetői csoport, akik kőkeményen beszálltak a Ford részvényt. Mi történik ugye? Egyrészt elkezd értékesebb lenni, mert érzékeli a piac, hogy befektetések történnek, és szépen fölkúszott, és ilyen meg háromszorozták azok az emberek a pénzüket, akik nagyon-nagyon lent tudtak venni, mert ugye egy kisebb... piaci emelkedés is már nagyon komoly eredményeket tudott magába hozni, mert veszel mondjuk $2 fölmegy $8, az egy olyan nagy szorzó, amit a 40-nél meg kellett volna csinálni, akár 80-120 dollárra föl kellett volna, mert akkora ingás, hogy sokkal nehezebben ér egy ilyen mocorgást a piac. Tehát ez nagyon fontos. Amikor mindenki venni akar, akkor meg eladni kell. Tehát ha mindenki akar mondjuk reklámot, ha mindenki influencer marketinget akar, akkor szállj be az influencer marketing piacba, hogy ezt mi oly bölcsen tettük annak idején, mondjuk nagyjából ilyen 1-2 éve csináljuk ezt, és akkor mi is ezért szálltunk be, hogy jól sejtem. Igen, annyi példa jutott eszembe a következő gondolat, hogy nehéz igen mondani, amikor mindenki más nemet mond, de megéri.
Hát ugye hány ilyen példa volt, hogy a Ray Kroc McDonald's-os csávót hányan küldték el, a KFC-s Sanders ezredest, ami több mint 1000-szer küldték el állítólag. A Richard Bransonnak van egy haverja, aki egy nagyon gyanús alakkal együtt beszállt valami internetes bizniszbe, adott nekik 10 000 dollárt, mert használt autót akart venni, de végül odaadta ebbe a cégbe, akik éppen 1 000 000 dollárt gründoltak össze, és megkérdezte, hogy mit kapok én a 10 000 dollárra, miért 1%-ot. Na tudjátok, melyik cég volt? Ez a Google. És ez is úgy kezdődött, hogy oda ment hozzá egy gyanús csávó, hogy figyelj, hogy senki nem ad nekünk pénzt, te esetleg adnál le. Azt mondta, hogy igen. Na most Richard Branson szerint ez a fickó a Google 1%-ával egészen jól el van. Gondolom, hogy én magam is ellennék ezzel. 10 000 dollárért vette. Hát ez egy jó biznisz volt, most sokan megtennénk ezt. Nem kell automatikusan tenni, de akkor is ellen kell többség nyomásának. Tehát ez nem arról szól, hogy akkor hú, most mindenki, most senkinek nem kell, akkor mindent megveszek, ami senkinek nem kell, mert azért legyünk őszinték, azért ez nem lesz reális, mert persze, a leértékelt és romlandó narancs az valószínűleg nem véletlen tartott, de tőlük függetlenül is tudni kell átgondolni. Közben itt kérdezek mindenkit, hogy jó-e a hang meg a videó, mert nekem itt egy pillanatra itt elkezdett belaggolni, hogyha egy ilyen visszajelzést kérhetnék, mert nem látom pontosan a történetet. Nekem tölt, de lehet, hogy csak én nézek valamit rosszul, illetve a nézettségünk is kissé lejjebb ment. De talán, mintha most helyreállt volna a rendszer, jól van, rendben van. Nekem úgy látszik, hogy működik. Neked működik? Jó, rendben, csak egy kitekintés, csak hirtelen azt néztem, hogy 50-ről lementünk 19-re, és azért gondoltam. Jó, folytassuk. Még a Richard Branson haverjánál tart. Jó, makasság. Ha első nem kifizetődő, akkor felejtsd el. És nem kell túl gondolni. Tehát valószínűleg, hogyha megjött, és most jönnek be a live, igen, most jöttünk vissza. Egóból ne tartsunk meg befektetést, tehát ez a legfontosabb. Tehát azért, mert hogy már pedig én ezt erre tettem föl mindenemet, vagy mert ezt tanácsolta nekem az édesanyám, édesapám, legkedvesebb barátom, vagy mert ez az én cégem, tehát én itt vagyok alkalmazott, és akkor már pedig, tehát hogy ilyen nagyon fura megoldásokat ne válasszunk lehetőleg, illetve a nyereség az ugyanaz a nyereség, tehát az mindegy, hogy honnan származik. Tehát ha van egy pénzed, akkor ezt ne azért tedd be, mert ez a te céged, vagy pontosan úgy értem, hogy ott alkalmazott vagy ne azért, mert tényleg ezek olyan személyektől jöttek tanácsok, akikre egyébként hallgatsz magánéletben, mert lehet, hogy jó párkapcsolati tanácsokat ad a barátnőd, de nem biztos, hogy jó befektetés tanácsokat, tehát ezért egóból nem szabad. És tök mindegy, mert a pénz az pénz, tehát az, akkor adj teret neki, hogy az vissza tudjon jönni egy jobb helyről. És egy befektetés nem tartozik neked. Sokan úgy vannak ezzel sajnos, hogy hát én adtam neki, akkor követelem, hogy legyen profitom. Követelem. Hát ez nagyon csúnya dolog. És egyáltalán nem bölcs. Nyilvánvalóan a befektetés az nem szubjektívum. Tehát, hogyha jól döntöttél, akkor jó eredménye lesz, hogyha nem jól döntöttél, akkor meg nem. Sajnos az energia az ilyen módon. Bár az üzletbe, vállalkozásba előfordul, de az sem azért, mert a befektetés úgy dönt, hogy majd meghálálja, nem azért, mert jól működik az. Igen, írják, hogy megszakadtunk, de most visszajött. Igen, köszönöm, én is érzékeltem itt a problémát, de hál' Istennek jövünk vissza a nézettségbe is, illetve. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy kommenteltetek, ezzel nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük, hogy segítitek a munkánkat. Megköszönöm, hogy visszajöttetek. Tervezés. Na, itt is akkor végre elértünk idáig, tehát hogy ez nagyon fontos. Még a végén azt hiszük, tökéletes uralkodunk a jövőnk felett. Tehát azért, mert mi azt hiszük, hogy van egy konstrukció, amivel megállapodunk, vagy azért, mert van egy pici megtakarításunk, akkor az már feljogosít minket arra, hogy életre szóló függetlenséget tudunk magunknak kialakítani. Hát egyáltalán nincs erről szó. Sem magunk, sem mások hosszú távú terveit ne vegyük túl komolyan. Tehát azért, mert le van írva egy papírcetlire, az nem olyan, hogy akkor az meg fog történni. Tehát ez a fajta Isten teremtő erő, ez nem hiszem, hogy tud dolgozni. Illetve a tervezést az mindig kiszámítatlan jövő követi. Tehát lehet, hogy te azt mondod, hogy igen, ez valószínű, én megmondom azt, hogy rendben van, de mi van akkor, hogyha megbolondul a CEO, és akkor elmegy akárhová külföldi, egy ázsiai körútra, és akkor bedől a részvénypiac vagy. Tehát bármit lehetne mondani, vagy a házmester a tűzön hagyja a teás kannát, és a te ingatlanod is megsérül egy tűz esetben, és akkor egy hosszú távon terveztés nem jön be. Ne függjünk a tervtől, ne gyökerezzünk, legyünk mobilisak, erre nagyon figyeljünk, mert a túl hosszú tervek azok azt hitetik el velünk, hogy uraljuk a jövőt, ami veszélyes. Behozzak egy ilyen aktuális viccet? Hogy ez már nagyon veszélyes lenne. Ez veszélyes lenne. Maradjunk rugalmasak, mobilak, és egyetlen hosszú távú cél kell, hogy legyen az, hogy legyünk gazdagok. Én azt gondolom, hogy ez a... Szimpatikus. Ez egy olyan fontos, ami
amit nekünk is meg kell tanulnunk. De legyen így, ámen testvérek. És egy ilyen összefoglalásként még azért, hogy nem kell túl hosszú távon gondolkodni, tehát ne ragadj bent, hogyha túl hosszú távú egy befektetés, vagy egy terv. Tehát ha azt mondják neked, hogy ez 20 évvel meg fog térni, akkor mondod, hogy köszönöm, akkor ezt rád bízom, majd sok szerencsét kívánok neked. Jobban egy veréb. Igen. Akkor fejezd be a mondatot, hogy ez meg legyen. Mit holnap egy túzok? Köszönöm szépen! És reagálj jelenre, ne a jövőt pásztáz, mert mi is sokszor abba a hibába estünk, a saját bőrünkön éreztük, hogy mindig ez a navajon 2020-ban mi lesz, navajon 2025-ben mi lesz akkor a trend. De kit érdekel? Ki tudja? Ki tudja? Tehát ez egyáltalán nem. És tedd a pénzzel az időközben felbukkanó ígéretes vállalkozásokba, és vedd ki onnan, ahol veszélyt érzel. Ez nagyon fontos. Ha érzed, hogy már ott borul, és süllyed a hajó, akkor nem imádkozol, hanem ugrasz. Ugye ezt megbeszéltük. Ha pedig olyan, hogy valami éppen vagy picit lassan növekszik, akkor abból is inkább szálljál ki, mert a pici veszteség az mindig jobb, mint a nagy veszteség, illetve a pici nyereségnél nagyobb a nagy nyereség, és ezek olyan feladatok, amiket amúgy tudunk, de mégse tartunk be a gyakorlatban. És egy ilyen közelzáró akkordként, így a mai napra ezt a gondolati ívet szeretnénk még átadni, informálódj, hallgass magadra, nem, direkt mondtam, hogy magadra, cselekedj, hát ez aztán meg a másik nagy megoldanó helyzeted, és ha mégse válik be, akkor állj tovább, minden mást viszont meg fogsz oldani. És ez a biztos formula, erre azt tudom mondani, ez garancia, mert nagy számok törvény, minél több dolgot próbálsz meg, minél kevésbé diverzifikálod magad, minél inkább beletesz apait, anyait, képzed magad, hallgatsz az intuíciódra, a megérzéseidre, ami most már tudjuk, hogy a tudatalattinak a lecsapolása, akkor az Isten nem ment meg attól, hogy sikeres legyél. Hajrá, én nagyon bízom benned. Záróként még egy javasolt könyv, hogy ennek a mainak az inspirációját miatta, ugye a zürichi axiómákból merítettünk ihletet, nem csak kizárólag ezt hangzott el, mert nagyon sok saját példát is hozzátettünk, hoztunk itt a pókervilágból, interjú alanyongitól, milliárdosoktól, Jeff Bezostól, Richard Bransontól, és még nagyon sok mindenkitől hoztunk, de ha ez a téma téged kifejten érdek, akkor mert mindig kérdezek, hogy jó, de milyen könyveket olvasol, akkor ezt a zürichi axiómákat kifejezetten merjük javasolni, merem ajánlani. Ebben a témában egy kifejten magas minőségű tartalom. Királyság, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk.